Na, kettő ilyen meglepés, kettő fürdőbomba van benne. Oda néz. Jó, a másik a lédáé, és aztán beledobjuk a kárba, ez feloldódik, a közepében lesz valami meglepő. Kézzel készült csokoládék, mézek, kozmetikai cikkek, sajtok, és még meg a nyáru várta az érdeklődőket, akik ellátogattak Alsónyékre. A megvásárolt termékekkel a környékbeli, illetve hazai termelőket és vállalkozókat lehetett támogatni. Most először rendezzük meg, hát remélem, hogy lesz folytatása ennek a dolognak. Úgy néz ki, hogy elég sokan vannak. Ha sikeres lesz az eladók szempontjából is, akkor úgy beszéltük, hogy egy negyed évente megrendeznénk, mert sűrűbben azért nem biztos, hogy jó lenne ez a dolog. Az első vásárt csináljuk úgy, hogy nem kell helypénzt fizessenek az eladók, és meglátjuk, mekkora forgalom lesz, és akkor utána megegyezünk egy olyan árban, ami mind a két félnek jó. De reméltük, hogy sokan lesznek, meg hogy az időjárás is jó. Hála Istennek, ez kedvez nekünk az időjárás. A piacra nem csak a községből, hanem a szomszédos településekről is sokan ellátogattak. Első alkalommal került megrendezésre itt Alsónyéken ez a kézműves termelői, mondhatjuk azt, hogy élménypiac. Én azt gondolom, hogy ez óriási nagy dolog Alsónyék életébe, hiszen több mint 50 árus jött el ide azért, hogy a kézműves termékeit, az általa megtermelt termékeket itt eladhassa és kínálhassa. Én úgy gondolom, hogy ma ebben a rohanó világban különösen nagy érték az, hogy ha tényleg kézműves termékeket tudunk vásárolni, és ugye azt már sokszor elmondtam, hogy az, hogy mire ide kerül egy ilyen kézműves termék, abban rengeteg verejték, rengeteg munka, és rengeteg energia, pénz és idő van. Sokszor a családtól elszakított szabadidőt is fel kell annak érdekébe áldozni, hogy árusítani és itt kínálni tudjunk. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, bízom abban, hogy negyed évente, ahogy itt elhangzott, meg tudjuk szervezni Alsónyéken. Egy kicsit azt is remélem, hogy majd kulturális programokat is tudunk ez a program mellé varázsolni, de én azt gondolom, hogy ez a tömeg ez önmagáért beszél. Van igény arra, hogy magyar terméket vásároljunk, van igény arra, hogy helyit és kézműveset vásároljunk, úgyhogy hajrá Tolnavár megye, hajrá Tolnavár megyei kézműves termelők! Bárdos Viktor szervező úgy gondolta, teremt egy olyan lehetőséget a vállalkozók számára, ahol kialakíthatnak egy vásárlói közösséget. Próbáljuk a környékbeli termelőket előtérbe helyezni, úgyhogy ebből szeretünk volna egy ilyen mindenkinek megfelelő ingyenes piacot szervezni. De úgy látom, hogy elég nagy siker. Célja az, hogy Alsónyéket fölrakjuk a térképre, hogy egy kicsit a gasztró világba megmutassuk, hogy mit is tudunk. Itt csak és kizárólag termelő van, tehát kereskedő nem lehet. Ez az egy kizárása van a piacnak. Tehát itt csak az van, aki a két kicsi kezecskévé megtermeli az alapanyagot és megcsinálja. És nem kérünk helypénzt, ezt nagyon szépen köszönjük a polgármester úrnak, aki ingyen és bérmentve rendelkezésünkre bocsátotta a területet, illetve hát a szervezésért nem kérünk pénzt. Mi úgy vagyunk vele, hogy csináljunk egy jó hangulatú piacot, legyen mindenki elégedett, és akkor így mindenki szép jó szájízzel jön legközelebb is. Távolabbról is érkeztek, Dunakanyarból is jöttek, a Pilisből is jöttek, úgyhogy Bakonyból is, úgyhogy szerintem ez egy ilyen elég széles körű dolog lett. A szervező az idei évben 4 vásárt tervez, a következőt nyáron rendezi meg a Levendula birtokán.